A kormány mindent megtesz, hogy a világban zajló háborúk ne veszélyeztessék a magyar családok békéjét és biztonságát, ezt mondta Orbán Viktor a Védelmi Tanács tegnap esti ülése után. A miniszterelnök utasítást adott a belügyminiszternek és a terrorelhárítás vezetőinek, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják. Orbán Viktor holnap Brüsszelben európai vezetőkkel tekinti át a kialakult háborús helyzetet. Közben Szijjártó Péter külügyminiszter telefonon tárgyalt az izraeli és az orosz külügyminiszterrel is. Mindent meg kell tennünk, hogy a világban zajló háborúk ne veszélyeztessék a magyar családok békéjét és biztonságát. Magyarország elítéli az Izrael ellen indított iráni támadást, amely azzal fenyeget, hogy államközi háború dúlja fel az egész Közel-Keletet. Ez pedig súlyos fenyegetést jelent az egész világra, benne Magyarországra is. Ezt mondta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszterelnök kijelentette, a Védelmi Tanács ülésén számot vetettek a konfliktus Magyarországra gyakorolt nemzetbiztonsági és gazdasági következményeivel. Utasítást adtam a belügyminiszternek és a terror elhárítás vezetőinek, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják. A kormányfő szólt arról is, hogy kedden Brüsszelbe utazik, ahol az európai vezetőkkel áttekintik a kialakult háborús helyzetet. A Védelmi Tanács ülésén részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki szintén közösségi oldalán számolt be az általa megtett lépésekről. Azt írta, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével is telefonon beszélt és áttekintették a kialakult helyzetet. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország reményei szerint továbbra is esély van arra, hogy a helyzet széleskörű eszkalációját el lehet kerülni. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha a világpolitika minden jelentős szereplője felelősségteljesen viselkedik a következő időszakban. A beszélgetések alapján Szijjártó Péter úgy látja, nem csak mi magyarok vagyunk érdekeltek abban, hogy meg lehessen előzni a közel-keleti konfliktus tovább terjedését. Magyarország a jelenlegi helyzetben nem tehet mást, mint amikről a miniszterelnök által összehívott védelmi ülésen szó esett. Erről beszélt Somkuti Bálint, a Matthias Corvinus Kollégium kutatója az M1-en. Azon túl, hogy egy nyilvánvalóan kiadásra került egy rendkívül éles hangú elítélő nyilatkozat, mint a nemzetközi normákat megsértő, hasonló támadások esetén mindenkor, azon túl ilyen távolságból viszonylag keveset tudunk csinálni, föl kell készülni a következményekre. Somkuti Bálint hangsúlyozta, az Egyesült Államok érdekei az ellen szólnak, hogy kirobbanjon ez a regionális háború, mert beláthatatlan következményei lennének az olajárra. Az pedig az amerikai elnök választásra. Hozzátette, Washingtonnak így az az érdeke, hogy a helyzet diplomáciai úton rendeződjön.